Mihálovics Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Egykori diákok, tanárok találkoztak. 30 éves jubileumot ünnepeltek a református gimnáziumban. Kinyitották az üzemek kapuit, erőművek éjszakája Pécsen. Szakmájuk mesterei lesznek, vizsgáztak az Ácsoka baranyai székhelyen. Halloween hangulat a Kodály Központban. Fantasztikus filmzenék gyerekeknek. Ünnepi istentisztelettel és öreg diák találkozóval ünnepelték a Pécsi Református Kollégium gimnáziumának 30 éves jubileumát szombaton. Az eseményen megalakult az intézmény alumni köre is. Idén ünnepelte alapításának 30. évfordulóját a Pécsi Református Kollégium és Gimnázium. Az ünnepi rendezvényre egykori diákok is érkeztek. A Pécsi Református Gimnázium 1994-ben alakult az alapító okirata szerint, ugyanakkor már 1992-re visszanyúlik a története, akkor a Kodály Zoltán gimnáziumban az ottani katonai osztály kivezetését követően egy református osztály indult el. A rendszerváltás után vagyunk, amikor is a Baranyai Református Egyház megye újra gondolta a református oktatásnak a helyzetét, és a korábbi polgári lányiskola épületére, ami a Szabadságúton volt található, a központi menza épületét, kárpotlásban nem azt kérték vissza, hanem egy új területet igyekeztek abból az összegből, a kárpotlásért járó összegből megvásárolni. Ez lett ez a telephely, ami annak idején egy gyártelep volt, egy irodaházzal, ifák álltak itt, több száz autógumi, és itt kezdődött el a református oktatás. Volt tanárok és diákok, régi barátok találkozhattak az intézmény udvarán az istentisztelet előtt. Azért szívem csücske ez az intézmény, mert én a második év folyamba jártam, tehát 2 évig még a Kodály gimnáziumba, az utolsó 2 évet pedig már itt töltöttük saját iskolánkban. Én 1997-ben itt érettségiztem, és hát így nagy örömöm, hogy most már 11 éve vezethetem azt a gimnáziumot, amelyben annak idején érettségítettem. A rendezvényen Hoppál Péter, mint az iskolát fenntartó igazgatói tanács elnöke is részt vett. Kiemelte, a hit megerősítése mellett ugyanolyan fontos, hogy a gyerekek megfelelő minőségű oktatásban részesüljenek. A rendszerváltoztatás után a baranyai reformátusok éltek azzal a törvény adta lehetőséggel, hogy a kommunista diktatúra által megszüntetett és bezárt polgári leányiskolát, középiskolát újraindítottuk. És ennek az évszáma 1994, úgyhogy ezért van, hogy most 30 éves jubileumot ünnepelhetünk. Azért van szükség erre, mert a sokszínű köznevelés, oktatás az plurális lehetőséget nyújt arra, hogy a szülők, akik adott esetben egy egyházi neveltetésben szeretnénk részesíteni a gyermekeiket, ők ugyanolyan adófizető állampolgárai Magyarországnak, mint akik állami iskolában, ideológia semleges iskolában szeretnék tanítatni a gyermekeiket. Ezért vált lehetővé a diktatúra vége után, a rendszerváltoztatás után, hogy egyházi iskolák újra nyissák a kapuikat. Emlékezzünk arra, hogy 1948-ban, amikor a kommunista diktatúra átvette Magyarország irányítását, akkor 1065 református iskolát vettek el az egyháztól, államosították őket, köztük a Pécsit, és az 1065 helyén egyetlen egyet engedtek megmaradni, a debreceni református gimnáziumot. És mára egyébként összességében nagyjából 300 református iskola működik Magyarországon, tehát körülbelül azt mondhatjuk, hogy a harmada, 40%-a indult újra, ennyire volt igény, és ezekben az iskolákban teltház van. Az ünnepélyes istentiszteletet követő szeretett vendégség után megalakult az oktatási intézmény alumni köre is. Ennek elsődleges célja a kapcsolaterősítés a volt és a jelenlegi diákok, valamint az alma mater között. Az ünnepi alkalom közös énekléssel zárult.
Idén már 5. alkalommal rendezték meg az Erőművek Éjszakája programot hazánkban. A látogatók ezen a napon szakértő idegenvezetők segítségével ismerhetik meg az erőművekben, a fűtőművekben, a vízi közműszolgáltatóknál és a hulladékfeldolgozó üzemekben zajló munka érdekességeit és a berendezések működését. Így volt ez a pécsi Tettye Forrásháznál is október 25-én. Érkeznek a látogatók a pécsi Tettye Forrásház szennyvíztelepéhez. Ők azok, akik az Erőművek Éjszakája programon regisztráltak az üzemlátogatásra. Nem szabadna, hogy nagyon sok olyan dolognak belekerülni a szennyvízbe, ami mégis belekerül, és ezekből próbáltunk itt egy ilyen kis emészthető formában egy ilyen kis bemutatót csinálni. Például ennek a fő eleme ez maga a csatornaszörny. Ez a csatornaszörny, ami olyan anyagokból, használati tárgyakból van összeállítva, ami eldugítja a szennyvíz vezetéket. Ezt is bemutatták a telep kiállító helyén, valamint maketteket és egyéb érdekességeket. Ez már egy embernagyságú csatornaszelvény kint a telepen, amin keresztül sétálhattak kicsik és nagyok, akik megismerhettek a szennyvízkezelés különböző állomásaival. Skáfár Katalin pedagógus azt mondja, évek óta jár az Erőművek Éjszakája üzemlátogatásaira. Most diákjait is elhozta, mert sok érdekességet megtudhatnak az üzemek működéséről. Kulisszatitkokat, tehát olyanra, amire az ember nem is gondol, hiszen a szakterülethez a saját emberek tudják a legnagyobb felvilágosítást adni. Szóval még itt vagyok én is egy kicsit idősebb fejjel, mint a gyerkőcök, de nekem is rengeteg újat tudnak mondani. Tehát nagyon érdekes, mindenkinek ajánlom. Ilyen érdekesség a telepen működő biogázüzem. Ebben a nagy gömbben gyűjtik össze azt a gázt, ami a bekerülő szerves anyagokból, ételmaradék, élelmiszeripari melléktervékekből szabadul fel a bomlás során. Ezzel hajtják meg azokat a motorokat, amik így elektromos áramot termelnek. Ez látja el a pécsi szennyvíztelepet villamos energiával a működéshez. A pécsi szennyvíztisztító telep és biogázerőmű egész évben nyitva áll az érdeklődők előtt. Nagyon sok látogatót fogadunk, többnyire iskolásokat, egyetemistákat, és az Erőművek Éjszakája arra nyújt egy jó lehetőséget, hogy az egyéni látogatók, családok is beleshessenek egy kicsit a kulisszák mögé. Megnézhessék működés közben azokat a berendezéseket, szerkezeteket, amik az ő mindennapi kényelmüket is biztosítják, amelyek napi 10 olimpiai medencényi szennyvíznek a tisztítását, mozgatását végzik. 120 látogatót fogadott a Tettye Forrásház telephelye az október 25-i eseményen. Az Erőművek Éjszakáján országosan 60 helyszínen közel 5200 regisztrált látogatót vártak. Pécsen a távfűtő és a hőerőmű is kinyitotta kapuit az érdeklődők előtt. Rövid híreink következnek. Hétfőn elindult a nemzeti konzultáció. A magyar kormány kérdőívében a kitöltők többek gazdasági semlegességéről, lakhatásról, családtámogatásról, béremelésről és a migrációról szóló kérdésekre adhatnak válaszokat. A kérdőíveket december 20-áig lehet visszaküldeni. Hídvégi Balázs a miniszterelnök kabinetiroda parlamenti államtitkára ismertette. Nem fognak december 20-áig várni az első visszaérkezett borítékok kinyitásával, folyamatosan nézni fogják, milyen vélemény körvonalazódik az emberek részéről, mert zajlanak az egyeztetések ezekről a kérdésekről, zajlik a jövő évi költségvetés tárgyalása. A NAV baranyai munkatársai ezen a héten kedden, szerdán és csütörtökön a Halloween, a Minden Szentek és a Halottak Napja közelettével a vármegye egész területén ellenőrzik a zöldség, gyümölcs, virág, koszorú, mécses és ajándékkereskedőket. Az ellenőrök vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. 80 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 17, szombaton 32, vasárnap 31 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 199 határsértőt tartóztattak föl, és kísértek vissza. További információ a polisz.hu-n olvasható.
Elindult az őszi mestervizsga időszak. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében az ácsok mutathatták meg tudásukat a Pécsi Pollák Mihály Technikum tanműhelyében október 26-án. Dolgoznak a baranyai ácsok a Pécsi Pollák Mihály Technikum tanműhelyében. Mestervizsgájuk gyakorlati feladatát készítik itt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Köztük van Gilikter Márió is. Mert célom volt, hogy én igazából a mestervizsga a legmagasabb színvonalú vizsga szakmákon belül, és ugye nekem előnynek tartom, hogyha az megvan valakinek. Saját céggel jöttem, tehát hogy saját magamnak kell ez a titulus. Azt mondja, büszkeséggel tölti majd el, ha sikerül megszereznie a mester címet. Már 15 éve dolgozik ácsként, célja, hogy életben tartsa ezt a szakmát. A hagyományai azok nagyon tetszenek. Dolgoztam 8 évet külföldön is, és ott nagyon erősen megtartják ezeket a hagyományokat, akár egy lekezetállításnál. És ezek voltak itthon is, de ezek nullóban vannak sajnos, akár a fakötések, a hagyományaik, de ezek már kezdenek kimenni a divatból, és én úgy vagyok vele, hogy maradjon meg egy hagyományos része, tehát hogy ez kell a világnak. A Mestervizsga Bizottság elnöke, aki Szegedről érkezett, azt mondta, hogy szakmailag felkészült jelöltek vettek részt a felkészítő tanfolyamon, ez a tapasztalata. Nagyon jó színvonalúak a jelentkezők, mind szakmailag, mind hozzáállásilag, tehát nagyon lelkesek. Valamennyien úgy tudjuk, vagy hát a portfólió alapján régóta csinálják a szakmát. Meglepő, hogy legalább 80%-uk családi hagyomány, egy családi vállalkozás alapján köteleződtek el a szakmával, és emiatt valóban tényleg nagyon elkötelezettek, és nagyon, nagyon lelkesek. És ez a minőségben is meglátszik. Megkérdeztük, miért ajánlaná a fiataloknak az ács szakmát. Nagyon, nagyon buta dolgot fogok mondani, a fának az illata. Ha itt vannak, akkor érzik, ebbe bele lehet szeretni. Azon kívül a fa egy természetes anyag, megfogni is nagyon jó, gondolom mindenkinek, erre senki nem allergiás, tehát egy meleg anyag, egy természetes anyag, és rendkívül formálható, és szinte mindenre alkalmas. Összesen 10 baranyai ács jelentkezett a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mestervizsga tanfolyamára. Ők már legalább 5 éve dolgoznak a szakmájukban. Ez volt az alapfeltétele a jelentkezésnek. A sikeres vizsga után mesteroklevelet kapnak, ami a legmagasabb szakmai elismerés. Ez feljogosítja őket arra, hogy a gyakorlati tudásukat átadhassák oktatóként a fiataloknak. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A pécsi buszok október 28-a hétfő és 31-e csütörtök között az őszi tanítási szünet idején az őszi menetrend bevezetését megelőző nyári munkanapi menetrend szerint közlekednek. A várhatóan megnövekvő temetői forgalomhoz igazodva november 1-én, pénteken és november 2-án, szombaton az őszi menetrend szabadnapokra érvényes kiírása szerint közlekednek az autóbuszok. Részletes menetrendi információk a mobilitas.biocom.hu menetrend oldalon, valamint az egyes megállóhelyi táblákon érhetőek el. Az ügyfélszolgálati iroda november 1-én zárva tart, adta hírül a Tükebusz ZRT. Baranya vármegye áramellátásának zavartalansága érdekében az E.ON Hungária csoport néhány órás áramszünettel járó hálózatbővítéseket végez az ősz folyamán. A Dunántúl Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető vállalat szakemberei részben feszültség alatti technológiával dolgoznak, a hálózat fejlesztési munkák egy részét azonban biztonsági és életvédelmi okokból csak az energiaszolgáltatás kikapcsolása mellett tudják elvégezni. A beruházások az áramhálózat stabilitását, kapacitás bővítését, a hibák megelőzését szolgálják, közölte a szolgáltató. A Halloweenhez közeledvén jelmezbe öltözve vettek részt a gyerekek a Fantasztikus Klasszikusok sorozat legutóbbi előadásán. A zenén kívül ismertetés is elhangzott Horváth Krisztián szómester által. Hátborzongatóan jó filmzenét raktak össze számukra, melyet a Pannon Filharmonikusok muzsikusai szólaltattak meg Pécsen a Kodály Központban.
Jelmezbe öltözött gyerkőcök izgatottan várták a koncertet. Most a Kodály Központ földszinti nézőterén a Halloween tököt szimbolizáló sárga színű babzsákokon ülhették végig a halloweeni koncertet. Harmadik évad óta zajlik a Fantasztikus Klasszikusok sorozat a Pannon Filharmonikusok rendezésében. Ennek Horváth Krisztián karnagy zongora művész zeneszerző a házigazdája, a szómestere. A Halloween jegyében a fantasztikus filmzenék elnevezést kapta az este. Nem csak arról van szó, hogy itt a zenéket eljátsszák a zenészek, mint egy normál koncerten, hanem van azért egy kicsi magyarázat is ezekhez a zenedarabokhoz, mint egy hidat képezve a klasszikus zene, vagy a komoly zene és a fiatal hallgatóság között, akik ugyebár még sulisok. Általában inkább általános iskolások, de azért néhány középiskolás is előfordul, és nekem pedagógusként is az a feladatom, úgy egyébként a civil életben is, hogy ezt a hitat felépítsem, és építgessem, és karban tartsam, és hát ez itt aztán egy különleges alkalom arra, hogy mindezt élő zenével ugye meg tudjuk tenni. Ismeretterjesztés, poénok, hangszerbemutató és motiváció a gyerekek zenehallgatásához, illetve azért, hogy a gyerekek tanuljanak zenét. Az is a feladatom, hogy ezeket a műsorokat én összeállítsam, és hát a mai koncert ugye már a Halloween jegyében zajlik, pont ezért van ez a maskara is, illetve itt az egész Kodály Központ most fel van díszítve fényekkel, itt biztos nem lehet hallani, de ilyen ijesztő, atmoszférikus zene megy, és ezzel várjuk a fiatal közönséget, reméljük, hogy nem lesz túl ijesztő ez nekik, és valahogy azért erre a Halloweenra, illetve hát a magyar megfelelőire, a Mindenszentekre, Halottak napjára is szeretnénk reagálni. A klasszikus zenetörténetben pedig bőven van muzsika, ami erre megfelel, tette hozzá Horváth Krisztián. A halloweeni fantasztikus filmzenék elnevezésű estről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink. A régió híreivel folytatjuk. Közelednek az igazán hideg őszi és téli hónapok. Itt az ideje felrakni a téli gumikat autóinkra. A szakember azt mondja, ezt sokan halogatják, az utolsó pillanatra hagyják. A hideg idő beköszöntével azonban nem csak az abroncsokra kell odafigyelniük a sofőröknek. A biztonságos téli közlekedés érdekében már most érdemes lecserélniük a nyári gumikat az autósoknak. A tapasztalat a szakember szerint azt mutatja, hogy ezt sokan az utolsó pillanatra hagyják. A témával kapcsolatban az egyik tolnai autószervizben érdeklődtünk. Sajnos ez jó kérdés, és valós is, hogy nálunk, hogyha megjelenik a hó az aszfalton, ugye akár egy centi, két centi, akkor kezdenek el kapkodni ugye a gépkocsi tulajdonosok, holott ugye nem ez a cél, hanem ugye a hideg időbe, ugye a gumiknak a megfelelő tapadása is egészen másképp viszonyul ugye az aszfalthoz képest, megnőnek a távolságok, és ebből ugye igencsak komoly problémák vagy balesetek is lehetnek. A tavalyi évhez képest a gumiköpenyek árai 15-20%-kal emelkedtek. Még mindig ugye vannak olyan árak, amik kispénzű embereknek is megfelelő lehet, és ugye akik ugye magasabb kategóriákkal járnak gépjárművekre, oda persze természetesen ugye a megfelelő minőségi gumikat kell használni ugye a nagy teljesítményű járműveknél. Az autók téli felkészítése során nem csak a gumikra kell odafigyelniük a sofőröknek. Ez azt jelenti, hogy feltölteni ugye a téli szélvédőmosókat, a motor hűtőrendszerét ugye fagyározni kell, de ettől függetlenül az ablakmosó berendezéseket, az ablaktörlő tisztító berendezéseket is, akár akik még kulcssal működtetik az árakat, ugye lefagyálozni a zárszerkezeteket, ne fagyjon be. A tél előtt továbbá egy teljes körű átvizsgálás is javasolt, nem szerencsés, ha a sárban vagy a hóban derül ki egy korábban ismeretlen műszaki probléma. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere villás reggelire hívta a környékbeli települések vezetőit kapcsolatépítés és ismerkedés céljából. Jövőbeli közös tervekről, együttműködési lehetőségekről tárgyaltak a résztvevők. Szeretnének ezekkel az összejövetelekkel hagyományt teremteni, mondta Bozsolik Róbert, aki a bátaszéki városházán fogadta a vendégeket. Nem elsősorban azért, hogy reggelizni tudjunk rendszeresen a polgármester kollégákkal, bár ez is egy jó dolog, hiszen fehér asztal mellett oldottabban lehet beszélni ügyes-bajos dolgainkról, hanem az együttműködést próbáljuk ezzel is erősíteni, hiszen
Eddig is tapasztaltuk, de azt gondolom az elkövetkező időszakra még jobban felerősödik, hogy nem csak egy településen belül kell az összefogást erősíteni civil szervezetek és az önkormányzatok között, hanem egy járáshoz, egy mikrotérséghez tartozó településeknek is szorosabban együtt kell működni, hiszen azt látjuk, hogy az elkövetkező időszakban olyan forráskihelyezések várhatók, amelyek nem célzottan a települések működését fogják segíteni, hanem olyan projekteket lehet, olyan projektekre lehet majd pályázni, amely több településnek a működését tudja elősegíteni, akár infrastruktúrában, akár ipari parkfejlesztésben, vagy akár olyan szolgáltatásoknak a létrehozásában, amelyek több település lakosságának az életminőségét tudják javítani. Az előrelépés érdekében tehát szakmai alapokon nyugvó fontos együttműködési döntéseket kell majd meghozniuk a városvezetőknek. A terembe a résztvevők nyitottan, érdeklődve léptek be. Kíváncsian várták az újabb lehetőségek megtárgyalását. Elismerően nyilatkoztak a bátaszéki polgármester munkájáról, így a jövőbeli eshetőségekkel kapcsolatban is optimisták. Polgármester urat nagyra értékelem, azért is, mert így kívülről tekintve külső szemlélőként én még kezdő polgármesternek számítok ő hozzá képest. Nagyon nagyra értékelem a munkásságát, azt, amit elért a településen, és az a támogatottság, ami mögötte van, az bizonyítja az ő erején keresztül azt a rengeteg mindent, ami megalapozza az ő tudását ahhoz, hogy méltó a város vezetésére. Pozsolik Róbert bízik abban, hogy a következő 5 esztendőben sikerül egy szoros együttműködésnek köszönhetően a régiót fejleszteni. Lekvárokat, savanyúságokat, húskészítményeket és borokat is bemutattak a dél-balatoni termelők borászatok a Finfood gasztrotékában az idei kaposvári gasztrotalin. A szervezők célja az volt, hogy lehetőséget biztosítsanak a találkozásra a termelőknek és a vendéglátóknak, annak érdekében, hogy az éttermek minél több helyi vagy környékbeli terméket ismerhessenek meg. Több mint 10 kiállító mutatkozott be és mutatta be gasztro termékeit Kaposváron. A programot az iFood Cluster, a Somogyi Helyi Termék Egyesület és a Kislépték Egyesület közösen szervezte meg azért, hogy a vendéglátók is megismerhessék azokat a somogyi ízeket, amelyek akár az étlapjukra is kerülhetnek. A termelőknek ez egy elég erős bevételi forrást jelenthet. Aki még nem rendelkezik ilyen beszállítói kapcsolatokkal, azoknál egy erős lábat képezhet akár a jövőben. Én ugye saját tapasztalatból tudom mondani, hogy én azért az értékesítésem javarészét vendéglátó helyek felé bonyolítom. Mások van terméktípustól függően inkább a piacokon, rendezvényhelyszíneken értékes többet, de általában közülük is vannak, akik nagyon sokan egyben vendéglátóipari beszállítók is. Szeptemberben az Ízek Borok Találkozások elnevezésű borvacsorákon már dolgoztak somogyi termékekkel a vendéglátóhelyek. Arra egy nagyon jó lehetőség, hogy megismerjük ezeket a termékeket, illetve nem csak mi, hanem a nálunk étkező vendégek is. Ha nem is állandó étlapra, de rendezvényekhez, borvacsorákhoz kiváló lehetőség, hogy az ízeket kicsit feldobjuk az ételeinknek, az ízeit. A borvacsorák is jó lehetőséget biztosítottak a helyi ízek megismerésére. A szervezők célja, hogy hosszabb távon is együtt tudjanak működni a termelők, a borászatok az éttermekkel. Megmutatta a borvacsora is azt, hogy a kicsik és a nagyok, már a kis termelők és a nagy élelmiszerüzemek pont jól megférnek egymás mellett egy vacsoraasztalnál, kiegészítve a somogyi borokkal. Úgyhogy ennek egy következő alkalma, ez a gasztrotali, ahol nem a nagy közönségnek, hanem az éttermeknek és egymásnak mutatjuk meg a portékáinkat azért, hogy Somogy megye Kaposvár éttermeiben lehetőség szerint somogyi termékek legyenek az asztalon. Az őszi borvacsorák sikerét látva a tervek szerint tavasszal ismét megszervezik a kaposvári éttermekben somogyi termelők és borászatok részvételével az Ízek Borok Találkozások elnevezésű gasztroprogramot. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Egykori diákok, tanárok találkoztak. 30 éves jubileumot ünnepeltek a református gimnáziumban. Kinyitották az üzemek kapuit, erőművek éjszakája Pécsen. Szakmájuk mesterei lesznek, vizsgáztak az ácsok a baranyai székhelyen. Halloween hangulat a Kodály Központban. Fantasztikus filmzenék gyerekeknek.
Kedd reggelre ismét sokfelé képződik pára, köd, emiatt napközben többfelé erősen felhős, borult időre számíthatunk. Néhol közszitálás, kisebb eső kialakulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet délelőtt 13-18, délután 19-22 fok között alakul, a naposabb tájakon lesz melegebb. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.